találkozásunk célja, hogy a mai nappal átadjuk a Szociális és Gyermekjóléti Központ felújított és korszerűsített épületét. Először felkérném Németh Zoltánt, a megyei közgyűlés elnökét, hogy mondja el köszöntőjét. Tisztelt polgármester asszony, intézményvezető asszony, hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat nevében. Először is szeretném megköszönni Magyarország kormányának azt, hogy soha nem látott mértékű fejlesztési forrásokat juttat Győr-Moson-Sopron megyébe, így ebbe a térségbe is, és azt különösen szeretném üdvözölni, hogy ezekről a hatalmas mértékű fejlesztési forrásokról nem budapesti íróasztalok mellett döntöttek, hanem itt mi helyben határozhattuk meg, hogy melyek azok a fontos célok, amiket szeretnénk megvalósítani, és ennek következtében itt Győr-Moson-Sopron megyében hetente 3-4 alkalommal is részt vehetek olyan ünnepségeken, ahol településeknek egy-egy több évtizedes álma válhat valóra. Szeretném megköszönni Gyopáros Alpár képviselő úrnak azt is, hogy ezt a felelősséget, amit a kormány ránk bízott, hogy döntsünk a pénzek sorsa felől, ezt mindig hiteles információkkal segítette, és nagyon szeretném megköszönni dr. Bónáné, dr. Németh Katalin polgármester asszonynak azt az együttműködést, amivel Csorna városa jól tudott gondolkodni, együtt tudtunk gondolkodni, és nagyon jó pályázatokat nyújtott be a város részéről, és több esetben egyébként jóval a város határain túlnyúló fejlesztések megvalósítására pályázott Csorna városa, amivel betölti azt az igazi térségi központi szerepet, amit a mai beruházás kapcsán is egyébként megvalósulhatott. Miért fontos ez a beruházás? Kötelességem említeni a klímavédelmi, környezetvédelmi célokat is, hiszen minden energetikai felújítás az egyben a környezetvédelmi célokat is szolgálja, hiszen hogyha kevesebb az energia felhasználás, akkor kevesebb az üvegházhatású gáz kibocsátása is, és ez szolgálja a klímavédelmet is, de ennek a beruházásnak nem ez a legfontosabb eleme. Egyrészt a máltaiak által végzett feladat, amikor a fogyatékos embertársainknak, a fogyatékkal élő embertársainknak a nappali ellátását jobb körülmények között lehet megoldani a jövőben. Ez ugye azt is jelenti, hogy a hozzátartozók is nagyobb biztonságban tudhatják itt a szeretteiket, de hát ezen felül itt egy szolgáltatás színvonalú javult nagyban, és hát még más szempontok is vannak itt. Például az, hogy ez egy munkahely, és az itt dolgozó emberek megérdemlik, hogy jó munkakörülmények között tudjanak dolgozni, és hát a szociális ágazatban amúgy sincsenek top fizetések, és a munkaerő hiány is egy erős elszívó hatást gyakorol más ágazatokból a szociális ágazat felé, úgyhogy nagyon fontosnak érzem, hogy legalább a munkakörülmények legyenek nyugat-európai színvonalúak. Aztán szakmailag is nagyon fontos, hogy egy ilyen intézmény jól nézzen ki, ugyanis egy szegényes, túlzsúfolt környezetben nem lehet hitelesen szakmai munkát végezni. Gondoljunk bele abba, hogy egy segítségre szoruló, egy rászoruló bejön ebbe az épületbe, és akkor azt látja, hogy akitől ő tanácsot remél a problémáira, az nehezebb körülmények között tölti a mindennapjait és dolgozik, mint esetleg ő maga otthon, aki egyébként a segítséget kéri. Ez tulajdonképpen olyan lenne, mintha egy frisse hajléktalanná vált ember próbálna egy adósság spirálba keveredett sorstársának életvezetési tanácsokat adni, hogy hogyan tarthatja meg a lakását. Tehát tényleg ahhoz, hogy itt hiteles szakmai munka legyen, ahhoz megfelelő körülményekre van szükség. Én tulajdonképpen azt kívánnám itt mindenkinek, hogy ennek az intézménynek minél kevesebb látogatója legyen, mert ez ugye azt jelentené, hogy kevesebb rászoruló embertársunk lenne, de ezzel senkit nem tudok biztatni. A jövőben inkább az ellátottak száma valószínűleg növekedni fog. Ezt a helyzetet amúgy is nehezíti az országon belüli belső migráció, akik a keleti ország részben föladják az addigi életüket és a jobb élet reményében, a munkalehetőség érdekében, ugye Győr-Moson-Sopron megyébe költöznek, akár Csorna térségére is, ezáltal ugye kényszerűen elvágják a gyökereiket, és bizony, hogyha ők nehéz helyzetbe kerülnek, ennek a feldolgozása is sokkal nehezebb, tehát sokkal könnyebben kerülnek nehezebb élethelyzetbe azok az emberek, akik egyébként kénytelenek voltak áthelyezni az életüket egy másik
térségbe, de hát a gyerekekre nézve is számos veszély nehezedik, itt az internetvilágáról nem is beszélve, szóval nagyon sok olyan csábítás és kísértés van a gyerekek számára, ami egyébként új szakmai kihívásokat is hoz az itt dolgozók számára. 2018-ban a kormány meghirdette a családok évét. Én azt gondolom, hogy ezzel a beruházással Csorna városa ezt az évet saját hatáskörben meghosszabbította. Szeretnék gratulálni polgármester asszonynak, a képviselőtestületnek, hogy ilyen módon tud együtt gondolkodni a megyével, a kormánnyal, az országgyűlési képviselővel, és látszik, hogy ahol siker van, ahol együtt gondolkodás van, ott a siker sem marad el, úgyhogy ehhez a fejlesztéshez én szívből gratulálok, és hát tényleg bátran kijelenthetjük, hogy Csornán, hogyha valaki segítségre szorul, biztosan nem marad magára. Gratulálok, polgármester asszony, köszönöm a munkát. Köszönjük szépen, szép szavakat. Köszönöm a köszöntő szavakat, szeretném felkérni dr. Bónáné, dr. Németh Katalin polgármestert, mi mondja elő és köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek! Csorna város önkormányzata, mint ahogy már elhangzott, pályázatot nyújtott be a Szociális és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrális fejlesztésére, melyet a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat, illetőleg Magyarország kormánya is támogatásra méltónak talált. Az azóta eltelt időben nagyon sok munkát, időt és energiát fordítottunk arra, hogy az intézmény a Szent István téri alaksori irodákból a modern 21. századi igényeket kielégítő épületbe költözhessen, megfelelve mind a szakmai, mind a társadalmi elvárásoknak. Az intézmény jellegéből adódóan nem csak az ügyfélszolgálatra vonatkozó, a diszkréciót és a titoktartást biztosító szempontokra figyeltünk, hanem arra is, hogy egyenlő esélyt teremthessünk a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításában, úgy mint a mozgásukban korlátozottak vagy babakocsival érkezők lifttel tudjanak felmenni a második emeletre, az udvarra, a fogyatékosok által is használható eszközök lettek telepítve, a pályázat keretein belül pedig még egy 8 személyes kisbusz is beszerzésre került, az ellátottakkal történő közvetlen kapcsolattartás lehetőségét megteremtve. Természetesen, mint minden projektfejlesztés esetén, itt is merültek fel nem várt nehézségek, problémák, melyek olykor megoldhatatlannak tűntek. Köszönöm mindazok segítségét és türelmét, akik ezen nehézségek leküzdésében partnerek voltak. Gondolok itt a szakhatóságokra, az engedélyező szervekre, a tervezőkre, a kivitelezőkre, a projekt munkatársaira, és nem utolsó sorban az intézménynek a dolgozóira. Engedjék meg, hogy mindenkinek én is itt köszönetet mondhassak. Az elkövetkezendő napokban a most még üres polcok, szekrények, asztalok megtelnek élettel, az intézmény belakja az irodákat, helyiségeket. Kívánom, hogy ebben a megújult környezetben mindenki találja meg az örömet a mindennapok szürkességében, és ugyanolyan elszántsággal, de a körülmények által pozitív megerősítést kapva még ez a munkáját, ahogy ezt az eddigiekben is tette. A fogyatékosok nappali ellátását igénybe vevők használják egészséggel az udvaron elhelyezett játékokat, sporteszközöket, töltse be vidámság, jókedv az udvart, az épület falain kívül is. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm polgármester asszony a köszöntő szavait. Szeretném felkérni Németné Élő Zsuzsannát, a Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, mondja a köszöntőjét. Tisztelt jelenlévők! Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Kiemelkedő nap ez a mai intézményünk életében. Nagy öröm tölti el a szívemet, ha végignézek ezen a szépen felújított, akadálymentesített, új bútorokkal ellátott épületen. Évek óta álmodoztunk erről. Ma ez az álom valóra vált, amiért nagy köszönet illeti meg a fenntartó Csorna város önkormányzatát. Engedjék meg, hogy felidézzem a kezdeteket. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy saját magam élhettem át az elmúlt 21 év valamennyi történését, változását, hisz a kezdetektől, az intézmény alakulása óta itt dolgozom. 1997. november 1-én alakult a Családsegítés a Gyermekjóléti Szolgálat, amelyet a már működő gondozási központhoz csatoltak. Népjóléti Szolgálat néven váltunk ismerté olyannyira, hogy még a mai napig is sokan így emlegetnek bennünket. Helyileg a bölcsödéből választottak le egy épületrészt, ott kerültek kialakításra az intézmény irodahelyiségei a Szent István tér 17 szám alatt, ez volt az intézmény székhelye is. Öt családgondozó kezdte meg a munkáját, önkormányzati fenntartás alatt álltunk a kezdetekben is.
Az elmúlt évek alatt több szervezeti átalakulásra került sor. Folyamatosan változott, nőtt a szakmai létszám, nőtt a szakmai feladat. A Szent István téri iroda egyre szűkösebb, elavultabb lett számunkra. Mindig törekedtünk a személy és tárgyi feltételek biztosítására, hogy minél magasabb szintű szakmai munkát végezhessünk, mert a fenntartó folyamatosan támogatott. A legnagyobb változást a 2016-os év hozta. A családsegítés és a gyermekölti szolgáltatás összevonása, a járási székhelyeken a gyermekölti központok kialakítása ismét plusz feladatot rótt a fenntartóra. Hisz a személyi létszám növekedése miatt a jelenlegi irodák már alkalmatlanok voltak a munkavállalók elhelyezésére, a munka megfelelő ellátására. Ezért az önkormányzati intézmények ingatlanok feltérképezése után a Szent István tér 18 szám alatt került kialakításra, elhelyezésre a gyermekjóléti központ, ahol 5 esetmenedzser kezdte meg a munkáját Csornai járás területén. Igaz, hogy a tárgyi feltételeket biztosítottuk számukra, de nagyon szükösen voltak a kollégák. Mindezen változások, nehézségek és körülmények a fenntartó számára is azt mutatták, hogy új intézmény kialakítására van szükség. Megragadva a pályázati lehetőséget, biztosították számunkra ezt a mai, modern, minden elvárásnak megfelelő, akadálymentes épületet, valamint a munkánkat segítő informatikai eszközöket és egy gépjárművet is. Óriási minőségi változást jelent ez az intézmény életében, mind a dolgozók, mind pedig az ügyfeleink számára. Kulturáltabb körülményeket tudunk biztosítani számukra is, mint váróhelyiség, ügyfélfogadó, illetve a mosdóhelyiségek szempontjából, mert korábban hiányát érezték. A közel 22 év alatt duplájára emelkedett a személyi létszám. Jelenleg 3 családsegítő, 5 esetmenedzser, 4 iskolai szociális munkás, 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser, 1 intézményvezető, 1 adminisztrátor látja el a folyamatosan bővülő szakmai feladatokat. Ezúton szeretném megköszönni magam és munkatársaim nevében a város vezetésének, hogy odafigyelve ránk lehetőséget teremtettek, hogy kulturáltabb körülmények között folytathassuk segítő tevékenységünket. Egy kis személyes dolgot is szeretnék elmondani. Biztosan nagyon szokatlan lesz számomra, hogy a közel 22 év után más irányba kell vennem az utamat reggelente. Lehet az is előfordul, hogy a Szent István tér felé vesszük az irányt, de biztosan a jót könnyű lesz megszokni, hamar magunkénak érezzük, belakjuk ezt a csodás épületet. A munkahelyünkre vezető út lehet, hogy megváltozik, de ígérem, hogy a szakmai elkötelezettségünk nem. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szeretném felkérni Szabó Dávidot, a körzet képviselőjét, hogy mondja elő is köszöntőjét. Nagy öröm számomra, hogy megvalósulhatott ez a beruházás, hiszen az intézmény fontos alappillére a szociális alapellátásnak, és köszönöm szépen azoknak, akik segítettek abban, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon a városunkban, és az itt dolgozóknak kívánok eredményes munkát ebben a megszépült modern környezetben. Ezután pedig szeretném felkérni polgármesterasszonyt, alpolgármester urat és körzet képviselőjét szalag áthallgására, amihez segítségünkre lesz Németné élő Zsuzsanna és Bendi Varga Erika, a fogyatékos személyek napközi otthonának vezetője.